Jó napot, jó estét azoknak, akik minket néznek. A heti jégbüfé nézői ezúttal megismerkedhetnek Szegvári Kati fiával, de nem erről híres, és azért kértem engedélyt a mamától is, meg a főnöktől is, hogy bemutathassam Vitézi Pétert önöknek, hanem mert egy olyan foglalkozása van, ami engem nagy érdeklődéssel tölt el, és az az én érzésem, hogy önöket is érdekelni fogja, hogyha megtudják, hogy miről van szó. És ezért aztán a tegeződés is, mert hogy ahogy a mamával sajnos több évtizedes az ismerettségünk, a sajnos nem arra vonatkozik, hogy ne lenne nagyszerű dolog vele ismerettségben lenni, az évtizedekre vonatkozik. Ezért Pétert is viszonylag kiskora óta ismerem, és akkor ahogy lenni szokott, az ismerettségben volt egy nagy gap, egy óriási szünet, és akkor amikor újra találkoztunk, akkor kiderült, hogy ő a vállalati tréningeknek egy egészen sajátos műfaját találta föl, és hogy ezt irtózatos sikerre vitte. Nevezetesen, nagyon röviden összefoglalva aztán a cizellálást rábízom, pókeren keresztül, póker játékon keresztül képez nagyvállalati vezetőket. Így van? Így van, nagyon szépen összefoglaltad. Gyorsan az elején hozzátenném, hogy ezt nem egyedül találtam fel, raktuk össze ezt a programot, hanem van két nagyon jó barátom, Kardos Marcell és Huszti Gábor, és ővelük hoztuk ezt össze. Kb. 15 évvel ezelőtt egy ködös novemberi kedreggelen kezdődött minden. Én akkor a DHL Expressnek voltam a marketing vezetője, és reggel 7-kor ültem az irodába, és egy hasonló bögréből ittam a kávémat, és akkor láttam egy ilyen szalagcímet egy megbízható internetes portálon, hogy rengeteg pénzt keresni munka nélkül, online póker. És akkor ültem, és azt mondtam, hogy itt ülök reggel 7-kor az irodában, ennek én vagyok a tökéletes célcsoportja, úgyhogy olvastam is tovább, és kiderült, hogy pszichológia, kis matek, gyakorlás, döntéselmélet, rengeteg önreflexió, tanulás, és akkor az ember online pókerből csodálatosan tud élni. És fel is hívtam a Kardos Marcellt, hogyha már ilyen... Gyerekkori barátod, és privatizáljunk, az ő apukája is kollégánk, Kardos Ernő. Így van. És ő éppen a Microsoft felé tartott az autójával, és akkor mondtam neki, hogy ha beérsz, akkor mondjál fel, mert online pókerből leszünk dollármilliómosok. Kettőnk között, ugye azóta nem csak legjobb barátok, de üzlettársak is vagyunk, van egy ilyen felosztás, és ő egy kicsit földhöz ragadtabb, és én vagyok az ilyen szárnyalósabb alkat, úgyhogy ő mondta, hogy legalább egyszer próbáljuk már ki ezt az online pókert, mielőtt ő felmond. És ez tényleg így volt? Hát egy idő után eljött ez az idő, de azért nem az első mert után. Mert én pont azt hittem, hogy ti annyit pókereztetek együtt, hogy úgy kezdődött ez az üzleták, hogy valamelyikötöknek neked vagy neki a fejéből kipattant, hogy mi lenne, hogyha erre építenénk. De ez, nem így ez kezdődött. Ez lehet, de végülis ez lett utána, mert elkezdtünk együtt pókerezni, tehát hogy akkor hárman a Gábor is így van. Együtt, tehát hogy úgy játszottunk, hogy megbeszéltünk döntési helyzeteket, közösen raktuk be a pénzt, igazi pénzbe játszottunk, nyereményeket elosztottuk, ha vesztettük, akkor értelemszerűen azt is. És volt egy nagyon jó eredményünk, amikor több mint 6000 játékosból egy versenyen harmadikak lettünk, és akkor nyertünk nagyon sok pénzt. Sajnos nem annyit, mint amennyire te most gondolsz, amikor azt mondom, hogy pókeren nagyon sok pénzt lehet nyerni, de azért nagyon jól jött. És azt megünnepeltük. Tehát, hogy akkor volt egy ilyen ünneplés, és az ünneplés során eljutottunk a kamrába addig a félig telelévő ásványvizes palackig, amiről minden 6 évesnél idősebb magyar gyerek tudja, hogy szigorúan tilos beleinni, mert biztos, hogy nem ásványvíz van benne. És az ünneplés, tehát pálinka volt benne értelemszerűen, valamelyik kedves vidéki rokonnak a folyékony gyilkossági kísérlete, és akkor oda jutottunk, hogy mi rengeteget tanultunk a pókerből. Rengeteget tanultunk saját magunkról, rengeteget fejlődtünk, ugye könyveket olvastunk, pókerkócsot is fogadtunk, és hogy... Ennek van olyan, hogy pókerkócs. Azért ennek egy... Pár elágazása ennek a pókernek, ilyen üzleti elágazása van, úgy látszik, más is húz erről.
bőrt le. Á, de ő egy pókerjátékos volt, aki segített elemezni a mi játékunkat, visszajelzéseket adott, megnézte, hogy építettük be. Ilyen bonyolult ez a póker? Hát a pókerben az a szép, hogy lehet nagyon egyszerűen is csinálni, meg lehet úgy is, hogy nagyon sokat gondolkozik közben az ember, talán miatt az életre is nagyon hasonlít. Lehet így csak menni és ész nélkül csinálni, meg lehet úgy is, hogy gondolkozunk, matematika, pszichológia, összerakjuk, statisztika, tehát hogy ennek nagyon sok arca van ennek a játéknak, nem véletlenül szippantott be ez minket, és nem véletlenül hoztuk be egyébként az ünneplés eredményeként, mert ugye ott azt mondtuk, hogy hát ez a póker tulajdonképpen egy olyan döntéshozatali játék, amiben szűkös erőforrásokról hozunk döntéseket, hiányos információk alapján, versenykörnyezetben, időprés alatt. Oké, hát ez olyan, mint az élet, olyan, mint az üzlet. A nagyvállalati lét, az üzleti lét maga. Hát mert ott dolgoztunk, tehát hogy a nagyvállalati közegben dolgoztunk, és ez a párhuzam, ez nagyon erősen adta magát. És akkor, amikor ilyen váteszi állapotba kerültünk a győzelmi mámornak és a kamrában talált pálinkának köszönhetően, akkor jutottunk el oda, hogy mi szeretnénk ezt megmutatni az egész világnak, mert azt gondoljuk, hogy a pókeren keresztül jobb döntéshozókat tudunk fejleszteni, és hogy ha a pókernek nyilván mondjuk azt, hogy van mondjuk a bridge meg a póker, és van az a vicc, hogy a patkány gyerek kérdezi az anyukáját, hogy mi az a nagy farkú állat ott a fán, és akkor mondja az anyukája neki, hát ez a mókus. És ez miben különbözik tőlünk? Semmitől, csak jobb a PR-ja. Tehát, hogy a pókernek a PR-ja az sokáig nem volt makulátlan, mondjuk így, de hát most már ez a szerencsejáték megítélés, ez lejött róla, és szerintem egyre többen tudják, hogy ez egy olyan stratégiai döntéshozatali játék, amiben a szerencsének ugyan van szerepe, miben nincs, de sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy milyen döntéseket hozunk, és azokból hogyan tanulunk. Azt hittem, hogy ez egy egyszerű szerencsejáték, amin el lehet a gatyáját veszteni az embernek, és egyébként meg váratlan nagy nyereségekhez is hozzá lehet jutni, elenyészően kis hányadban. Nekem kívülállóként ez volt a pókerről a benyomásom, hozzátéve, hogy sose játszottam semmilyen kártyajátékot, úgyhogy nem tudom azt sem, hogy miben különbözik az ultitól, hogy ezt nagyobb-e a szerencsehányad, vagy a döntéshozatal nemesebb-e a pókerban, mint az ultiban. Az ulti az egy fantasztikus játék, és azért nem az, tehát hogy nyilván mi a pókerben voltunk szerelmesek, és a pókeren keresztül indultunk el, de hát is, tehát hogy azért körülnéztünk. Na de Péter, bocsánat, hogy itt megállítalak, most nem is fontos az ulti, ez csak egy vágyú felvetésem volt, hogy miért nem egy ilyen jó kis magyar ízét csináltok. De hogy ti a pókerben olyan nagyon nem voltatok szerelmesek, te ültél a számítógéped előtt, mielőtt a napi robotba kezdtél volna, ez úgy hangzott, mint egy hirtelen jött ötlet, fölhívtad a Marcit, nem azt mondtad, hogy tudod, emlékszel Balaton Széplakon a tévéüdülőbe a Marcival, meg a nem tudom kicsodával ottan éjszakákat pókereztünk, nem ezt mondtad, hogy így kezdődött. Úgy kezdődött, hogy a bánatos robotos nagyvállalati vezetőként a reggeli kávéthoz rápillantottál a monitorodra. És ez egy hihetőbb variáció volt. Volt érzelmi közöttök a pókerhez? Nagyon. Tehát, hogy azért az igaz, minden... amit mondtad, hogy mi Balatonon éjszakákon keresztül pókereztünk, az igaz. De hát ott egymással játszottunk, és nem azt a részét éltük meg a játéknak, hogy milyen az, amikor mondjuk a világ minden tájáról lévő játékosok ellen adott esetben valódi pénzért megy a küzdelem. Vagy például nem azt a részt... De akkor ezt hivatásos játékosnak hívják, amit ti akár lehettetek volna is. Lehettünk volna. Mert volt agyatok hozzá, volt döntéshozatali rutinotok az előző felnőtt életetekből, de miért nem azt az utat választottátok, hogy halálra pókerezitek magatokat? Miért egy vállalatot csináltatok, és a vezetőképzés részévé tettétek ezt az amúgy nagyon élvezetes dolgot? Én sokat játszottam élőben, tehát hogy volt a munkahelyi életem, és akkor utána mondjuk én elmentem egy kártyaklubba pókerezni. Ja, hogy te amúgy is imádtál, és hozzátartozott a hétköznapjaitól. Hát utána egyre jobban, tehát hogy az ott benne volt.
És nekem élőben is voltak, van ilyen, hogy Budapest Poker Open, abban negyedik lettem, meg volt ilyen Budapest Europe Open. És ha nem lennél ennyire jó pókerjátékos, akkor nem tudnád ezt a szakmát csinálni vezetőként? Tehát a vezetőképzéses pókert nem tudnád csinálni, anélkül, hogy egyébként pókerbajnok legyél? A pókerbajnok, ez megtisztelő, de vannak nálam sokkal, de sokkal jobb játékosok az országban, akiket nagyon tisztelek a kitartásukért. De nagyon jól kell játszanod ahhoz, hogy tudjad ezt. Nem kell, mert hogy pont a pókernek van néhány olyan eszenciális üzenete, amit mi használunk akkor, amikor egyéni és csoportos döntéshozatalt fejlesztünk. Aha. Tehát ráadásul mi nem csak egyéni döntéshozatalt fejlesztünk, hanem kialakítunk egy közös döntéshozatali nyelvet. Ami például nagyon jó döntések előkészítéséhez, vagy éppen döntések értékeléséhez. Aminek egyébként a pókerben nagyon komoly hagyománya van, azt valószínűleg nem tudod, de hogy a pókerjátékosok rendkívül önreflektív, önmagukat vizslató, vizsgáló, folyamatosan újra gondoló olyan játékosok, akik a legkomolyabb profik, mondjuk azt, hogy tudatosságával fejlesztik saját magukat. Hogyha megnézel cikkeket, ilyen 21 néhány éves pókermilliómos gyerekekről, igen, igazán tenyérbe mászóak, és ezt nem az irigység miatt mondom, persze. Tehát, hogy nagyon értelmes gyerekek, és felmerül egyébként az nagyon gyakran az a kérdés, hogy minek köszönheted azt, hogy te ilyen sikereket értél a pókerben. Tudom, 20 pár éves gyerekekről beszélünk, tehát nem megtaposott abból, főnixként újjászületett felnőttekről, mondjuk így, vagy érett személyiségekről. És azt mondja, az elején nyomnak valami kis blablát, hogy jó, szerencsém volt, meg jó volt, meg köszönöm mindenkinek, anyukámnak, de tényleg minek köszönhetett. És a legtöbben elmondják azt, hogy a pókert ők például hivatásként kezelik, ami azt jelenti, hogy egy héten öt napot foglalkoznak vele. És ráadásul ebből az öt napból négyet töltenek játékkal, és egy napon keresztül pedig összeülnek pókerprofi, és együtt elemzik azt, hogy milyen döntéseket hoztak, mit lehetne jobban csinálni. Ráadásul motiválják egymást, tehát az igazi nagy prók az úgy csinálják, hogy ülnek, és az egyik azt mondja, hogy figyelj, ezen a ponton itt érdemesebb lenne visszaemelni, és nem csak megadni. Elmondja, hogy miért, és erre azt mondja neki a másik, hogy figyelj, tök jó, eddig ezt nem így csináltam, ezentúl így fogom, itt van $1000, és motiválni akarják egymást arra, hogy minél több hibát találjanak meg egymásnál. Én, aki nem tudok pókerezni, a következőket hallottam, csipegettem össze életkoromra. Hogy a pókerjáték az, hogy mondjam, csak nem szabad, hogy látszódjon rajtad, hogy mit gondolsz. Hogy a pókerjátékoson szemüveg van, hogy ne látszódjon a tekintete. Hogy ha sildes sapka van rajta, azt vagy elfogadják, vagy nem fogadják el, csak azért, hogy takarja az arcát. A póker arc, mint kifejezés, az a rejtélyes kiismerhetetlenségnek a szinonimája. Ezeket tudjuk mi. Valamint azt, hogy valaki elpókerezte a, nem tudom, egyéves jövedelmét. És, tehát, hogy ezek vannak a hétköznapi emberekben meg a pókerról, nem arról, hogy mennyire önreflektív, hogy ezek, jó, lehet ötször dolgozni egy héten, az nem olyan nagy ügy, ha egyébként igen jól lehet vele keresni, esetleg jobban, mint újságírással. De hogy a veszteség, mint fönnálló lehetőség, az a szerencse elemhez kapcsolódik, és nem ahhoz, hogy ki mennyire önreflektív a mi fejünkben. És nem ahhoz, hogy elemzések által mit tudnak elemezni, hogyha egyébként eltakarom az arcomat, hogy ne lássák, hogy én most izgulok, vagy nem izgulok, és hogy blöffölök, vagy nem blöffölök, mert ugye ez ilyen blöff alapú cucc, nem? Abszolút értem, hogy ezek miért jutnak el hozzá. Miért nekem? Meg abszolút értem, hogy miért jutnak el. Ez, hogy megpróbálok egy találó párhuzamot hozni, ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy egy szerkesztő riporter az attól lesz jó, hogy jó hangfekvése és jó hallgatni. Ami részben igaz. Részben igaz, de nem ettől lesz jó, hanem ez, uh-huh. ez számít, hat, de hát nem akarok messze menni, de volt nekünk Baló Györgyünk, és voltak sokan, akik egyáltalán nem azért lettek azok, akik, a te szakmádban,
vagy a ti szakmátokban, mert hogy jó a hangfekvésük, és akkor szépen tudnak beszélni, és akkor... Az valóban nyilván fontos az élő pókernél, hogy ne lehessen leolvasni rólad, hogy mi történik, de az sokkal inkább fontosabb, hogy mi történik a saját agyadban. Mennyire vagy képes arra, hogy felismert, hogy a többiek milyen érzelmi állapotban vannak. Nyert valaki mondjuk egy nagy kasszát, akkor az azt jelenti, hogy ő most óvatosabb lesz, mert meg akarja tartani az előnyét? Ez azt jelenti, hogy ő most kockázatvállalóbb lesz, vagy lesz miből? Aha. És ezt abban a pillanatban nem tudod megítélni, mert csak ott látsz egy embert egy csomó zsetonnal, hanem meg kellett ismerned annak az embernek a történetét, a viselkedéseit, a különböző helyzetekre adott reakcióit korábbi helyzetekben. És ezeket nyilván fejben kell tartani, ez alapján lehet valószínűségeket becsülni, hogy egy adott helyzetben ő, amikor emel egy nagyot, akkor... Na, de ha üzleti partner és először látom, akkor milyen alapon becsülök meg bármit? Gondolom a kártyaasztalnál is van olyan, hogy először kerülnek össze bizonyos felállásban versenyzők vagy pókeresek. Egyrészt egy jó pókerjátékos az nem ott találkozik az ellenfelével az asztalnál, hanem rákészül, igen. Tehát egy csomó olyan helyzet, amikor rá tudsz készülni az, akivel találkozol, és ez az üzleti életben sincsen másképpen. Jó. Másrészt pedig a póker sem arról szól, hogy van egy szupernyerő stratégiád, ez üzlet sem, és akkor vagy van egy ilyen felépített taktikád, inkább ez nem stratégia, nem taktikáról szól, és akkor mindig ugyanazt csinálod. Hanem sokkal inkább az alkalmazkodásról szól. Tehát az jó, hogyha van egy jól felépített stratégiát, de ezt nagyon sokféleképpen lehet végrehajtani. És ugyanúgy a póker, mint az üzleti élet, ha azt mondom, hogy alkalmazás művészete, akkor az akkor művészet, hogyha nem értjük, hogy mitől lesz benne jó valaki, és laikusként ez egy művészet, de hát amikor ebben benne vagyunk, akkor pontosan értjük, hogy ez az alkalmazkodás, ez nem intuíciókra épül. Van benne helye az intuíciónak, de sokkal kevesebb, mint amit gondolunk, hanem megértésre, figyelemre, nagyon pontos elemzésekre, kockázatvállalásra, hiszen erre megtanít ez a játék, hogy valószínűségekkel dolgozunk. Tehát nagyon ritkán van olyan, hogy na most 100%, hogy ezt a pénzt beteszem, aztán nyerni fogok vele, és azt is tudom, hogy mennyit. Van ilyen, de nagyon-nagyon ritka. És ugyanúgy, ahogy az üzleti életben adok valakinek egy ajánlatot, valamilyen áron, akkor azt nagyon ritkán tudom megmondani, hogy na hát akkor az biztos, hogy elfogadja. Pedig ezt keresi a lelkünk. Ugye ez a probléma, hogy a sohákat és a biztosokat keresi a lelkünk. Hogy... igen. A sohákat és a biztosokat. Hát csak az élete e között játszódik itt. A soha és a biztos az nagyon-nagyon ritkán állja meg a helyét, de a lelkünk mégis ezeket keresi. És a póker pedig abban tanít meg, hogy van olyan, hogy valamire 70% esély van. Az pedig azt fogja jelenteni, hogy abban a helyzetben az lesz a legjobb, hogyha te abban investálsz abban a helyzetben. Ám de a véletlen hozhatja az, úgy is. Így van. De figyelj, ez oké. Nagyon könnyű is végighallgatni itt, de hogy ebben miért látnak potenciált azok, akik ezekre a tréningekre elnézést, akik ezekre a tréningekre bejelentkeznek. Kedves egészségedre. Köszönöm. Egyrészt. Másrészt pedig azért, mert megszelídíteni a szerencsét az üzletben egy ugyanolyan fontos kérdés, mint a pókerben. És az érzelmeket a megfelelő helyre tenni egy-egy döntési folyamatban, ugyanúgy, tehát ezért takarják el magukat, mert hogy az érzések ne jelenjenek meg. Tehát az érzelmek jelen vannak a pókerben is, meg az üzleti életben is, amikor felveszünk egy nagyon fontos pozícióra egy nagyon drága embert, amikor ajánlatot adunk egy fontos helyzetben, összeolvad két cég. Tehát, hogy rengeteg olyan döntés van, ahol az érzelmek azok tépnek minket a sohák és a biztosok irányába, megpróbálva pozícionálni a megértésünket. És amikor árnyaltabbá tudjuk tenni ezeket a helyzeteket, szét tudjuk választani azt, hogy milyen helyzetekben támaszkodjunk a természetes döntéseinkre, a megérzéseinkre, az intuíciókra, milyen helyzetekben legyünk racionálisak. Ez például már egy ez nem egy mindig szuper dolog. Legyünk racionálisak, nem. És soha ne támaszkodjunk a megérzéseinkre, nem? Ugye vannak ezek a... De egyrészt... Ez nem szerelem, ezek Excel táblás döntések. Nem feltétlenül... Egyrészt nem hiszek az egymondatos megfejtésekben,
csak ebben az egyben, nem hiszek az egymondatos megfejtésekben. És ebben a helyzetben is az, hogy például mikor hallgassunk intuíciónkra, ennek van egy tudományos háttere. Ha például van egy olyan helyzet, amihez hasonlót már sokszor végigcsináltunk, hogyha rátanult a természetes működésünk, ez a fekete doboz, amelyik az intuíciónk, nevezzük így az egyszerűség kedvéért, akkor azokban a helyzetekben nagyon szépen lehet hallgatni azokra. Tehát, hogyha valakivel már több órája játszom, csomó mindent tudok róla. Van előzménye, akkor csomószor van, hogy például az, hogy eldöntsem, hogy blöfföl vagy nem, ott nem tudom ezt a számítást összerakni, vagy valamit tudok összerakni, de a végén sokkal inkább szívesebben hallgatok az intuíciómra, és ez ugyanúgy igaz lesz akár egy ember felvételénél is, hogy van olyan, amit Excelben bele lehet tenni egy potenciális munkavállalóról, vagy kettőről, de van olyan is, amikor tudom, hogy én erre a pozícióra már nagyon sok embert felvettem, ilyen típusú helyzetben már sokszor voltam, és képes vagyok arra, hogy az intuíciómra hallgassak. Viszont ennek ott van a másik fele, hogy azokkal a helyzetekkel is tisztában kell lenni, hogy akkor nekem mikor kell racionálisnak lenni. Túl nagy a tét, akkor az érzelmi bevonottságom, hogy az valami nagyon szélsőséges irányba von engem, vagy, és ehhez még mondjuk időm is van, akkor pedig nagyon jó, hogyha racionálisan gondolkozunk. És például azt, amit a pókerjátékosok megbeszélnek egymással egy ilyen elemző beszélgetésben, azt mi egy az egybe vittük át az üzleti döntések értékelésébe például, vagy döntés előkészítésben. Az első kérdés az, amikor egy döntési helyzetben mondasz valamit, hogy ez egy természetes döntés, intuitív döntés, vagy ez egy racionális döntés. A racionális azt jelenti nálunk, hogy végig gondoltad, és tudatosan követtél egy gondolkozási folyamatot. És hát csak gondold el azt, hogyha mondjuk én hozok neked egy javaslatot, hogy vegyük fel ezt az új kollégát a cégbe, és te tudod, hogy ez egy intuitív döntésem-e, vagy ez egy racionális döntésem, teljesen másképpen fogsz reagálni. Például ha ez egy, én mondom neked, hogy figyelj Kati, én ezt még nem volt időm végig gondolni, de beszélgettem ezzel az emberrel most már kétszer egy órát, én nekem az a zsigeri megérzésem, hogy őt vegyük fel. Itt ugye, hogy ha te ismered ezt a két fogalmat, nem fogod tőlem megkérdezni, hogy miért. Mert egy intuíció alapján működő embertől ez a legnagyobb hülyeség, hogy miért. Az orrom azt súgja, hogy vegyük fel. Igen, de akkor lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj Péter, itt van időnk végig gondolni, ez egy tök fontos dolog, és hogy ilyen embert még nem vettünk fel, ez egy új pozíció. Futtassuk még meg ezt a dolgot, és így van, de nem elkezdesz engem keresztkérdésekkel bombázni, mert először átállítasz egy olyanba, hogy legyünk racionálisak. És akkor én ezt elfogadom neked, hiszen mondjuk ez egy konszenzusos döntés kell, hogy legyen, akkor én ezt elfogadom, és akkor azt tudjuk mondani, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy milyen döntési szempontok vannak, milyen döntési lehetőségeink vannak. És akkor vannak. A szokásos útra terelődik a dolog. De ha nincs időnk dönteni, akkor ha én nem úgy reagálok, hogy jó, megbízom benned, és vegyük föl, mert bízom az orrodban, akkor ez egy konfliktus helyzet két vezető között, amit föl kell valahogy oldani. Így van, és erre is van egy egyszerű képlet, hogyha nincsen, tehát a racionális döntés az általában idő. Tehát, és hogyha már elhangzik ez, hogy nincsen idő erre, akkor vagy ezt kell felülvizsgálni, hogy tényleg van-e, vagy nincs, és ha nincs idő, akkor meg lehet-e hozni ezt a döntést, vagy akkor azt mondjuk, hogy nincs idő, kövesd az orrodat, mert ez egy ilyen helyzet, itt nem fogunk tudni racionálisnak lenni, de ez már egy olyan közös döntési nyelv, amikor például, ha nincs idő, és te azt mondtad, hogy kövessem az orromat, és az eredmény nem lesz jó, akkor érteni fogjuk, hogy én nem hülye voltam, te se hülye voltál, hanem az adott helyzetben a lehető legjobb döntés az az volt, hogy az én intuíciómat kövessük. Igen. És nem kezdjük el szekálni egymást, hogy miért nem mondtad, hogy gondoljuk végig. Hát mert nem volt rá idő. Te nem fogod azt visszadobni, jó, de hát miért nem gondoltad végig? Nem volt rá idő. Nem fogod megkérdezni, hogy jó, miért nem csináltál egy elemzést? Mert abban maradtunk, hogy az intuícióm alapján fogunk dolgozni. Na most látják, lefuttattok, lemodellezett itt nekem a játéktanár, mármint hogy a vezető tanár, hogy hogyan kell egy tréningben harmonizálni a viszonyt mondjuk két vezető között,
és hogy nem rátolni az egyiknek a rossz döntésének a következményeit az egyiknek a másikra, hanem úgy, hogy kell helyzeteket értelmezni, akkor értem már, hogy a póker az csak egy kis élvezetes bevezető, és az elemző része ezeknek az, amiért fizet a kedves kliens. Egyrészt sajnos nem hagyhatom szó nélkül, hogy ezt kis bevezetőként. A póker ez egy tükör, meg egy modell. Aha. És azért nagyon fontos ebben a programban, mert hogyha megkérdezném, hogy egy adott helyzet, na akkor te most ebbe inkább hoznál racionális, vagy inkább hoznál természetes döntést, akkor nem vagy hülye, kitalált, hogy mi a helyes válasz, azt bemondod. Aha. De ettől nem fejlődik senki. Amikor viszont pókerezel, akkor látod. Hát akkor megtörténik a dolog, tehát akkor a megszokott döntéshozatali közegedet azt lehámozzuk rólad, akkor építészeti gépeket adsz bérbe és kölcsönzésbe, akkor ezt leszettük. Igen. És kizárólag a döntéshozatali működésedre fókuszálunk a pókeren keresztül. Most az a kérdésem, hogy neked, mint vezető trénernek van-e olyan kötelezettséged, hogy épületgépészeti szakértelemmel is bírjál, hogyha éppen olyan vezetőket tréningezel? Nincs. Tehát, hogy föl kell készülnöd, vagy nem kell erre felkészülni? Valamennyire felkészülök azért, hogy példákkal tudjam őket segíteni, de alapvetően mi a döntéshozatali működés. Mi egy keretrendszert adunk. Tehát mi adunk egy olyan döntési kommunikációs eszközt, egy olyan döntési folyamatot, amibe aztán ők a tartalmat bele tudják tenni, de már nem arról kell beszélgetniük, hogy akkor hogy nézzen ki, ahogy előkészítjük ezt a döntést, hanem akkor már a lényegre tudnak fókuszálni, hogy ebben a helyzetben mekkora esélyünk van arra, hogy... És a szakértelmük az ahhoz kell, hogy ezt a valószínűséget meg tudják becsülni, de az a mi keretrendszerükből jön, hogy ezt meg kell becsülni. Péterkém, Magyarországon hál' Istennek ez a probléma nem mutatkozik meg, mert női vezető alig van. De ha nők mennek oda, akik tesznek magasról a pókerre, mert nem tudnak konkrétan pókerezni, akkor mi a helyzet? Előbb egy kis kurzus, amelyben megtanulnak, vagy van valami másfajta nem póker alapú ugyanilyen netek nőne? Hány nőt képeztetek már ki? Nagyon sokat. Tehát tudnak pókerezni? Mi nem olyanokkal foglalkozunk, akik tudnak pókerezni. Tehát az, hogy megtanulják a résztvevők, tehát egy elenyésző része tud a résztvevőinknek pókerezni, pontosan egy elenyésző része a résztvevőinknek mondja azt, hogy tud pókerezni, és nekik még egy nagyon pici része, aki valójában tud. Nem a te szinted, de hogy egyáltalán. Nem úgy, tehát hogy egyáltalán. Tehát, hogy ez azért... És a módszertanunk a része az, hogy nulláról indulunk. Tehát, hogy felépítjük. És egyébként ez is egy nagyon érdekes, ahogy megtanulják ezt az új döntéshozatali környezetet. De szeretnék visszatérni a női vezetős kérdésedhez, hiszen ez egy nagyon erős sztereotípia, hogy a nők kevésbé kockázatvállalók, meg hogy a nők nem jók mondjuk az ilyen típusú döntéshozatalban. Uh-huh. Az a gyors hírem van, hogy ezt a férfiak építették fel, mert hogy ennek tudományos oldala nincsen. Ugye van ez a nagy kérdés, bármilyen embertől van szó, hogy nature or nurture, tehát hogy a természetéből fakad, uh-huh. Tehát a valódi biológiai természetéből, vagy a nevelésből. És a női vezetők semmiben sem különböznek egy csomó szempontból a férfi vezetőktől, a természetőket illetően. Az egy másik kérdés, hogy mi nagyon támogatjuk azt, hogy például felszíre jöjjenek olyan dolgok, amiket viszont statisztikák mutatnak, hogy női vezetőket sokkal kevésbé engednek stratégiai pozíciók közelébe, mint férfi vezetőket. Mert ugye azt mondják, hogy hát a nők, női vezetők az ilyen üzemeltetési, olyan feladatokban jók, amik... A gondoskodásban nagyon jók, figyelem megosztásban is jók, de apró tételekben. Jó, tehát, hogy ez... nem mernek nagy volumenben vizionáriusoknak lenni azok. Hát persze, hogy nem mernek, hogyha egy olyan arra nevelték őket gyerekkoruktól, meg vezetőikoruktól. Hogy csak az orruk előtt nézzenek, orruk előttig hát tartson a figyelmet. És nekünk ez mindig egy nagyon nagy siker,
amikor ráébrednek például egy ilyen helyzetben, ugye hát több férfi vezető van, mint női, uh-huh. egy bizonyos szint fölött, és amikor ráébrednek a férfi vezetők, hogy hát itt egy nagyon komoly stratéga ül közöttük, akire eddig nem így tekintettek, az mindig egy szuper érzés. Az egyenjogúságnak van egy olyan fajta megjelenése a pókerben, meg a pókeren keresztül, amit mi nagyon szívesen viszünk és élünk meg. És egyébként női vezetők is jönnek rá arra, hogy ez nem egy kártyajáték, tehát a póker ez nem egy kártyajáték. Azt értem, hogy kártya is van az asztalon, uh-huh. de ez egy döntéshozatali játék. Ennek az, hogy most tudsz 13 kártyát fogni egyszer a kezedbe, nem kell. Hanem ez egy olyan játék, ahol az agyadat, a személyiségedet, a figyelmedet kell és lehet használni. És az mindig egy nagyon jó dolog, amikor ez a játék, meg ez a fejlesztési közeg, ez mondjuk női vezetőket is ugyanoda segít feltenni a táblára, ahol ők valójában valók, és nem valami hülye sztereotípia, meg előítélet alapján kell nekik feszengeniük adott esetben egy tárgyalóasztal mellett. És akkor simán előadódik olyan helyzet a ti praxisotokban, hogy két férfi vezető és egy női vezető közül a nő jön ki jól, persze. látványosan hogy jól. Ne? Persze. Hát hogyne. És ezt könnyen éli meg a másik két kiképzett férfi? Segítünk nekik, hogy minél könnyebb legyen. Azért vagyunk ott, hogy minél könnyebb aha. legyen. De hát ez sok mindenkinek a saját magáról kialakító, tehát hogy oké, van egy ilyen, megint egy ilyen nagy feltételezés, hogy hát a férfiak azok nagyon racionális döntéseket hoznak, hát a nők, hát azok meg az intuíciójukra támaszkodnak kizárólag. Ez is egy baromság. Tehát hogy ha azt nézzük, hogy a férfiak, most általában mondom, többet racionalizálnak-e, tehát az intuitív hülye döntéseiket próbálják-e valami racionális, mintha gondolkodtam volna köntösbe tenni, akkor az igaz. De nem ez volt a kérdés. És a döntéshozatali működésünk az nagyon-nagyon hasonló, csak ugye olyan, tehát nagyon sok nő olyan közegben, hát az évezredekről beszélünk, úgy neveltetik fel, hogy hát ne legyél okos, tehát nem kell elmondani a gondolatodat kifejteni, mert hagyjad, hogy majd a férfi jöjjön. Igen, de hát azért már a ti generációtok, hát meg a miénk már egyáltalán nem ilyen. Már sem volt olyan. Én azt gondolom, hogy ahogy egyre fiatalabb generációkban megyünk, a nyitottság az iránt, hogy ez ne így legyen, egyre nagyobb, de azért ezek az előítéletek, amik évezredek alatt alakultak ki, ezeket hurcibáljuk magunkat. És a vállalati életben ez annyira jelen való? Ez nagyon jelen van. Tehát ez nagyon-nagyon jelen van. Most, tehát van egy másik programunk, ezt nem erről kezdtünk el beszélni, de hogyha már jutottunk ebbe a témában, egy nagy tanácsadó céggel közösen, az EY-jal dolgozunk azon, hogy legyen egy olyan program, amihez egyébként egy interaktív sorozatot forgatunk, és egy komplett programot építünk, ami nemzetközi piacon fog majd elindulni, ami azt a célt szolgálja, hogy a férfi-női együttműködés a munkahelyeken az egy olyan fejlődésen tudjon keresztül menni, ahol a női tehetségek sokkal jobban meg tudnak mutatkozni. Hát ez különösen a MeToo korszakában, mert most két ilyen nagy, hogy mondjam, a vállalati életet befolyásoló dolog volt. Az egyik az a Covid, a másik a MeToo. Nem sokkal a Covidot megelőzően. Hát ezek adnak, a járvány az blokkolta a vállalati életet, feltaláltatta a home office-t általánosan, a MeToo ezt kicsit megelőzően pedig fókuszált arra, hogy lehet visszaélni a vezető pozícióval akkor, hogyha az illetőnek erre hajlama van, hogyan hajthatja igába és alázhatja meg a munkatársnőket. És a MeToo az ugye a problémáknak egy szegmensére, tehát a zaklatásra, igen. illetve ennek az egyre súlyosabb fokozataira a fókuszál. Igen. Amivel mi foglalkozunk, az egy csomó olyan láthatatlan előítélet, feltétel, mint amit mondtam, hogy hát a női vezetők azok inkább a háttérnek a biztosítás stratégiához azért na. Igen.
És rengeteg olyan előítélet van, ami nem, ami mögött rossz szándék nincsen egyébként. Tehát, hogy ha valaki, egy vezető azt mondjuk ezt mondja valaki, akkor ő ezt azzal a szándékkal mondja, hogy legyen sok női vezető támogató funkcióban. Tehát, hogy ne, és ő neki ez egy nagy feltételezés a világra. Csak közben ugye nagyon felgyorsult az, hogy a nagy feltételezéseink mögül az értékek azok szépen kimennek. És ezek a nagy feltételezéseink, amik korábban értékalapúak voltak, azok hirtelen értékek nélkül maradnak, és kiderül, hogy üres lúzungok, vagy éppen olyan káros előítéletekké válnak, amiről nem volt szó korábban. Péter, de a gyakorlat mégiscsak az, hogy a nők akkor, amikor már éppen abban a célegyenesben állnak be, hogy mindenre használható adott esetben a vállalatnál, hopp, elmennek gyereket szülni, és rájönnek, hogy az nekik 3 évet is megér az a dolog, hogy együtt legyenek a gyerekükkel, és akkor ott keletkezik egy nagy luk a vállalatvezetésnél. És akkor mindig csak arra jutnak, hogy hát ezért nem érdemes ezekkel. És akkor a következő 5 évben már megint nem lesz női vezető, mert akit kiszemeltek, az éppen elment szülni. Ugye ez is egy olyan, egyébként ez kapcsolódik a pókerhez, ez az úgynevezett emlékezetes példák döntési csapdája, mert hogy az, mondjuk egy ilyen helyzet, hogy létrejöjjön, ilyenkor elfelejtjük azt, hogy például egy csomó férfi azt fogja magát, azt elmegy egy másik munkahelyre. Tehát, hogy itt nem csak milyen igazad van? Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy és egyébként pedig az, hogy egy nő elmegy-e szülni, vagy nem, és ez mit okoz, ez jelen pillanatban azért probléma, mert hogy a társadalmi konstrukció az úgy működik, hogy az a legegyértelműbb, hogyha mondjuk egy gyerek beteg, akkor az anyuka elmarad vele otthon. De ezek szépen bomlanak lefele, ezt a saját példámból is tudom. Tehát, hogy ez nem úgy működik már, hogy oké, akkor vagy egyre kevésbé úgy működik. Hogy ez csak a nő problémája, igen, hogy a gyerekről gondoskodni kell, mert most már beszállnak a férfiak is. Hát bizonyos társadalmi rétegeken belül maradjunk. A változások mindig bizonyos társadalmi rétegekben kezdődnek, és aztán szépen lesznek általánosak. Aztán lesznek általánosak. Most mondok egy olyan példát, aminek mind a ketten az elszenvedői voltunk, a dohányzás. Aha. Tehát nem tudom, 20 évvel ezelőtt Balatonon az a legtermészetesebb volt, hogy együtt cigarettáztunk, egymástól koldultuk el, mert hogy éppen most nem mentünk ki cigizni, már nem ez működik, nem. Én leszoktam a cigiről. És ez működik, és de közben azt gondoltuk akkor, amikor cigiztünk, hogy ez a társaságnak egy nagyon fontos összetartó, meg enélkül beszélgetni se lehet egy jót, hogyha nem cigizünk. És aztán pedig meg hiába vagyunk két külön generáció, ugyanoda jutottunk, hogy nem ez az érték egy beszélgetésben, hogy közösen rágyújtunk-e vagy nem, hanem attól függetlenül voltak jók azok a beszélgetések. Ja, és akkor igen, hát mondjuk ez azért jó példa, látszólag rossz példa, de nagyon jó példa, mert ez egy igazi függőség volt, tehát egy biológiai függéstől is el lehet szakadni úgy, hogy társadalmilag már máshol tartunk, akkor talán azoktól a társadalmi sztereotípiáktól is el lehet szakadni, amelyeknek az elhagyása legalább nem fizikai fájdalommal jár, vagy nem tudom én, nem ideig bajossá teszi az illetőt. És hát ezektől folyamatosan szakadunk el, tehát hogy rengeteg változás. Tehát most csak a pókere visszautalva, onnan indultunk, igen, hogy ez egy szerencsejáték, ahol igen, az osztó kicsapja milyen kártya. És közben sikerült azáltal, hogy egyre több információ jut el az emberekhez, egyre jobban el tudjuk magyarázni, akár mi is, akár mások, hogy miről szól, és kiderült, hogy hát ennek nagyon sok arca van ennek a játéknak, ugyanúgy a világban, a dolgoknak, és hát ez is egészen általános, hogy minél jobban értünk meg valamit, annál kevésbé tiltakozunk mondjuk az ellenzsigerből. És hát ez egy örök változás, csak éppen amikor mi a jelenben vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy ez sose fog megváltozni. De hogyha már egyébként már saját életünkben is 30-40 évekre tekintünk vissza, hát akkor már teljesen másképpen csinálunk dolgokat. Hát emlékszem arra, hogy biztonsági övhasználat, ez is egy ilyen, most nincs olyan, hogy nem kötött be magad. Előtte senki nem kötötte be magát, majd jó, kitámasztom magam, hogyha tehát, hogy ez volt a
Trabantban a sofőröknek a nagy mondása. És akkor attól az volt a menő, hogy ezt mondott. Aztán most már kiment az értéke mögül, és most már mindenki tudja, hogy, hogy a biztonsági öv az alap, nem is kérdés. Igen. És előbb-utóbb, ahogy a póker is rehabilitálódik, vagy elnyeri a megfelelő, ugyanúgy az a kérdés, hogy egy nő tud-e, ha kell racionális, ha kell intuitív, ha kell stratégiai, ha kell taktikai döntéseket hozni. És ezek így szépen összekapcsolódnak. Jó, azt akartam volna még tisztázni, hogy anélkül, hogy neked saját magadnak vállalati gyakorlatod, nagyvállalati gyakorlatod lett volna, akkor tudtál volna ilyet kitalálni? Nem, nem. Tehát, hogy muszáj ismerni a dolognak azt a részét is, amelyik... jó. Azt meg még azt akartam volna megbeszélni, hogy ez egy nemzetközi vállalkozás, ugye? Tehát, hogy ezt ti külföldre is szabadalmaztattátok, és terjesztitek. Hát egyrészt mindig meglepődünk azon, amikor azt a statisztikát meglátjuk, hogy ez a program, ez már 3 kontinensen, 22 országba járt. Tehát, hogy ez egy, nem tudom, Kanadától, New Yorkon át, de mindjárt az elején tudtátok, hogy ezt kinyomjátok külföldre is? Azt tudtuk, hogy ezt szeretnénk. Aha. Tehát, hogy ezt, de... És egyszer csak kiderült, hogy vevőkre, és hol kezdtétek? Európában? Nem Európában kezdtünk, hanem a 2008-as válság kapcsán nagyon megrettentünk, és akkor a Marci meg egy másik kollégánk, ők Szingapurba kimentek, és ott csináltak egy leányvállalatot. És derült ki számunkra, hogy ez a döntéshozatali megközelítés, ez egy univerzális nyelv. Tehát teljesen mindegy, hogy Észak-Amerikában egy tőzsdei broker fejlődik ezzel a módszertannal, vagy Szingapurban egy étteremláncnak a vezetése, tudom, még a problémák, amiket megoldunk, és a nyelv, amit adunk hozzá, azok abszolút akkor ez már csak marketing kérdése volt, hogy hol tudjátok megismertetni, melyik földrészen azt, hogy ilyen létezik, és hányan csekkolnak be hozzátok? Gyakorlatilag igen. Tehát, hogy ez marketing és értékesítés kérdés. És vannak képviselőink Kanadában, Csehországban is, mi is tartunk programokat nemzetközi huboknak, és a többi programunk is olyan, hogy dolgozunk külföldön is, mert ugye nem csak ez az egy programunk van, hanem meg nem az, amiről az előbb beszélgettünk, ez a férfi-női jobb együttműködés, vagy hatékonyabb együttműködés a munkahelyeken, hanem van jó néhány más programunk. Hol vevők erre igazán? Tehát hol volt a legkönnyebb elterjeszteni? Én azt gondoltam, hogy Amerikában azért, mert nem tudom miért, lehet, hogy azt hittem így, hogy ahol a pókert is nagy kanála leszik, ott ez. Meg a Kanadában van egy fantasztikus partnerünk, aki sokat tett ezért. De hát Észak-Amerika nyilván nagyon jó, de hát Szingapurban meg felépítettünk egy olyan leányvállalatot, ami eltartotta magát és működött. Tehát, hogy az meg nem, mondjuk azt, hogy az nagyon messze van Észak-Amerikától. Uh-huh. Kínai, indiai, a világ minden tájáról. Gondolkodásmódra is nyilván eléggé messze van. Tehát imádták ezt a módszertan. És akkor ebből nektek mi a jó? Tehát ez a ti know-how-tok és a joghasználatért fizetnek, vagy mi? Hát nyilván, ha mi tartjuk, akkor ez egy díj, napi díj, tréneri díj, attól függően, hogy milyen konstrukció. Amikor pedig egy külföldi partnerünk tartja, akkor megértelemszerűen egy licenszdíjat fizetés. Akkor ez. És online csináltátok, amíg a járvány volt? Vagy ezt nem lehet ezt nem csináltuk. Online? Ezt nem lehet online csinálni? Ennek a programnak van egy nagyon erős fizikai része, amikor csak ott van előtted a kártya, a zseton, kiszakadsz a mindennapokból, és ezt a tükröt, ezt a tükröt használod, belenézel, játszol. És vannak más programjaink, más témákban, azokat a Covid alatt is csináltuk, hiszen van egy olyan vezetőfejlesztési programunk, meg értékesítési fejlesztési programunk, ahol interaktív sorozaton keresztül megy a tudásátadás. Tehát, hogy nem egy tréner beszél sokat, hanem egy sorozatnak nézik az epizódjait a résztvevők, és azt csak feldolgozzuk az élő alkalmakon. És ezek értelemszerűen sokkal jobban mentek a Covid alatt, és
maradtak meg, amellett, hogy most már nagyon örülünk neki, hogy a döntéskontroll egyébként, itt a végén ez a programnak a neve, hogy döntéskontroll, most jöttem rá, hogy ezt nem mondtuk ki, hogy ez a döntéskontroll program, ez nagyon örülünk, hogy visszajött, mert ezt nyilván nagyon szeretjük. Ez nagyon érdekes. Ki lehet ezt fele, ez már az utolsó kérdésem. Te vagy a termékfejlesztő, tehát hogy te vagy a felelős azért, hogy ez a póker alapú ilyen vezetőképzési modell lesz, hova fejleszthető tovább, és egyéb játékok bevonásán gondolkozol ilyenkor, mert a játék az fontos ebben az egész felnőtt létezésben, vagy pedig valami totál máson? Nem, ugye azt szeretnénk, hogy ugye ez limitált, hogy hány ember tud leülni egy pókerasztal mellé, az is limitált, hogy hány pókerasztal lehet betenni egy terembe, és hány emberrel lehet foglalkozni. És éppen ezért azon gondolkozunk, hogy tudjuk ezt a programot szintén egy interaktív sorozatra felépíteni, amikor nézed, a résztvevők nézik a sorozatot, aztán eljönnek, pókereznek, ki többet, ki kevesebbet, attól függ, hogy a cégnek melyik részén dolgoznak, és hogy mi a fejlesztésnek a célja. És a póker az akkor egy kicsit átlényegül, és a sorozatban mindenképp ott van, az élő alkalmakon is részt lehet használni, mint eszközt, tükröt, és megmarad, de nem kell feltétlenül olyan súlyban, hiszen a sorozat az elvégzi a tudásátadásnak és az attitűdformálásnak egy részét, és akkor ennek a közös döntéshozatali nyelvnek, amit a póker inspirált, az alkalmazására tudunk több időt fordítani, nagyobb hangsúlyt. Mert a póker ez egy örök szerelem, de ugye mi transformáltuk ezt egy olyanná, hogy mi jobb döntéshozókat szeretnénk, hogy legyenek az egész világon, és ezt a célt próbáljuk összehozni így ezzel az interaktív sorozat kiegészítéssel, amit mellé szeretnénk tenni majd. Hát sok sikert ehhez, nagyon izgalmas volt megismerni ezt az újfajta dolgot, újfajta vezetőképzést, és sose akartál újságíró lenni? Ez a utolsó kérdésem, hogy anyád hiába dolgozott ott fölötted a televízióban, gyermekágyad fölött? Hát nem hiába, mert hogy nem akartam újságíró lenni. Tehát, hogy... ja, hogy ennyiben nem hiába. Igen. Igen, én nem akartam. Nekem ez az utam, amit most csinálok. Oké. Sok szerencsét az utadon. A heti jégbüfé nézőinek megköszönjük a figyelmet, és nézzenek minket legközelebb is. Viszontlátásra!